Sziasztok, üdvözöllek titeket ismét a csatornán, és üt egy újabb vlog epizódban. Most munka után el is mentem, és felvettem egy videót. Korábban volt már egy ilyen típusú videó, ez a Rossmannos glamour napok, ilyen shopping ajánló, hogy ott bent a boltban voltam, és mutogattam nektek termékeket, és ezt megcsináltam most a DM-ben is, mert lesznek a DM-es bónusznapok. Mikor lesz majd fent a csatornán, fogalmam sincsen. Kicsit össze kell raknom magamat fejben, de valamikor a következő egy-kettő videó ez lesz, vagy már lehet, hogy mire a vlog kikerül, addigra fent lesz a csatornán. Mindegy, az a lényeg, hogy látni fogjátok, és remélem, hogy tetszeni fog. És utána bementem még vásárolni, ahogy vacsorához, hogy tudjak mit főzni. És ezt lehet, hogy említettem már nektek ilyen vlog során, hogy egy nagyon rossz tulajdonságom az, hogy kólafüggő vagyok, de ezt a kólafüggőt, ezt tényleg úgy kell érteni, hogy így nagyon sok kólát megiszok. Legalább már rászoktam a cukormentesre, szóval ez így a kisebbik rossz, de még mindig nagyon rossz, tudom, nem túl egészséges. És most is akartam venni magamnak egy kólát, és képzeljétek, láttam egy újfajta Pepsit, pineapple mint, szóval ananász, mentol, vagy menta. És gondolom ez ilyen kis nyári koktél ízesítés lehetne, vagy akarna lenni, vagy nem tudom, de nagyon felkeltett az érdeklődésemet, úgyhogy ezt most meg fogjuk kóstolni. Csak remélem nem. Oké, kicsit felráztam, mikor hoztam haza. Na. Hagyjuk. Hagyjuk inkább. Ez a mű ananász íze van, és nem jó az a mű ananász, és egyébként a mentát sem úgy érzem benne, mint menta, hanem így ilyen, én nagyon vérszegényen érzem benne a mentát, és ezt a kis frissességét a mentának, amit egyébként én tökre szeretek, azt úgy nagyon nem érzem benne. És akkor így még a kólának az édességével így a... Nem jó. Nem jó. Úgyhogy hát ezt hagyjuk, szerintem ezt nem igazán fogom meginni. Szerencsére fel voltam készülve rá, hogy ez esetleg rossz lesz, úgyhogy vettem egy sima Pepsi Maxot is. Úgyhogy túlélem a mai napot. Lesz kólám. Ja, úgyhogy most fogok főzni, aztán vacsorázok. Képzeljétek, ma kivételesen produktív voltam, de tényleg egy csomó mindent csináltam. Az ebédszünetemben felvettem egy videót a Natasha Denona Glam palettával, és hát már most ugye a nap végére kicsit megkopott a sminkem, de egyébként szerintem nagyon-nagyon jó bírja még így is. Egyedül, amire azt tudom mondani, egy picikét annyira megkapott az a csillámok, de szerintem az is szépen bírja még. Nem mindegy, szóval vissza a napomhoz. Felvettem nektek egy videót ebédszünetben, majd utána a kettő meeting között azt gyorsan meg is szerkesztettem nektek, és azóta már láttátok ezt a videót. Majd utána, amikor végeztem munkával, akkor utána felvettem még egy videót, az aktuális kedvences videót, és utána, hát igazából így itthon pakoláztam. Nem igazán voltam, hogy is mondjam, mosogatós kedvemben a héten, úgyhogy így felgyűltek mindig csak egy-két tányér, és a többi, úgyhogy azt elpakoltam a konyhában, meg mostam, meg kiteregettem, meg ilyesmi. És utána meg a szobámban pakoláztam egy kicsit, meg a sminkjeimet rendezgettem, meg pakoláztam. A múltkor volt egy ilyen kettő részes sminkszelektálós videó, és akkor egy csomó mindenen keresztül mentem, és mutogattam nektek egy csomó sminket, és tényleg egy csomó mindent ki is dobtam, viszont van egy csomó mindenem, ami meg csak így ilyen ömlesztve itt volt, mert hát kicsit tovább tartott átválogatni őket, meg felvenni a videót, mint ahogy terveztem, és arra nem maradt időm, hogy szépen őket elrendezgessem, meg elpakolázgassam,
meg hát ugye össze kellett néznem azokkal a dolgokkal, amiket egyébként is már itt tároltam, és hát most ezt csináltam délután, hogy ezt a nagy katyfaszt kiválogattam, mármint úgy értve, hogy itt tudjátok, hogy egy helyre mondjuk a pürösítókat, rúzsokat, stb. És utána kiszedtem azokat a cuccokat a helyéről, amik már itt voltak, akkor azokat is így összepárosítottam, ebbe a dobozba, abba a fiókba, nem, az úgy nem jó, nem fér bele, újra szervezni és átrendezni minden, úgyhogy most ezt csinálgattam. Hát nem mondom, hogy teljesen készen vagyok vele, meg teljesen tökéletes, meg vagyok elégedve az eredménnyel, mert nem mondhatnám, de hogy legalább így most már, hogyha keresek valamit, akkor tudom, hogy hova nyúljak. Mert most így hirtelen, hogyha kellene valami, és nem, ezelőtt, hogyha kellett volna valami, akkor így nem is tudtam volna, hogy hova nyúljak, szóval, hogy így mindig csak azt használtam, ami így a kupacnak a tetején volt a héten, de most már így nagyjából rend van, viszont majd még így kell egy kicsikét rendezkednem, meg majd így ki kell találnom nekik valami jobb helyet így tárolás szempontjából, mert az a szekrény, ahogy tartom őket, az egy ilyen kinyithatós komód szekrényszerű, szóval tehát azt így ki kell nyitni, és van benne egy polc. És nagyon nem látok bele jól, hanem kellene nyilván egy fiók, amit így kihúzok, belenézek, bele is nyúltam, kivettem, ami kell, mert így, ami a legvégén van, az így, oh. És hiába rakom, tudjátok, ilyen kis dobozokba, meg tartókba, szóval itt most, tudom én, itt vannak például ezek is ilyen kis picikék, de ezekből van nagyobb, kisebb, mit tudom én, szóval, hogy ilyenekben vannak, de hát nem az ideális. De mindegy, igazából mára erre volt energiám, hogy ezt így legalább kiválogassam, meg hogy legalább tudjam, hogy mi hol van, úgyhogy majd fogom folytatni valamikor, meg is fogom nektek mutatni, hogy így egy ilyen egész smink kollekciót, de még azt ki kell találnom, hogy hogyan vegyem fel, hogy mondjuk nem tudom, csak a palettákról, csak a rúzsokról, csak a pirosítókról, vagy nem tudom, valahogy ezt majd még ki kell találnom, mert hát borzalmasan sok cuccom van, most, hogy így pakolni kellett őket, most úgy jaj, nagyon rádöbbentem, hogy nagyon-nagyon sok cuccom van, és egy videóban biztos, hogy nem férne bele, úgyhogy mármint úgy értem, hogy tudjak is róluk beszélni, ne csak az legyen, hogy paletta, értitek? Úgyhogy, ja, ez volt így a napom, ez így nagyon produktív volt, és ezt így el akartam újságolni, mert az utóbbi 3 napom az annyira nem volt produktív, úgyhogy ez egy ilyen... Be kellett pótolnom azt, amit eddig 3 napig nem csináltam meg, úgyhogy igen. És most már később van, úgyhogy meg. Hétvégére már megint hazajöttem vidékre, hiszen anyák napja van, úgyhogy azért csak haza akartam jönni felköszönteni anyukámat, meg a mamáimat, és meglepetésemre, vagyis hát annyira nem volt meglepetés, de hogy várt 2 csomag is, ugye azt tudtam, hogy megrendeltem őket, csak azt nem tudtam, hogy már meg is jöttek. És mindjárt meg is nézzük őket. Az egyik az About You-ról van, és egy pár darab ruhadarab van benne. Póló, egy ruha, van benne talán egy nadrág is. Basszus, olyan rég elrendeltem, hogy el is felejtettem, hogy mi van benne. A másik pedig egy új lámpa lesz, amit videózáshoz, meg sminkeléshez fogok használni. Ugye van egy lámpám, amivel csinálgatom most a videóimat, de hát nem igazán szeretem, mert eléggé instabil. Egy éve vettem körülbelül, amikor ezt az egészet elkezdtem csinálni, és hát nem akartam ilyen hú, de nagyon nagy anyagi befektetéssel elindulni. Remélem érthető, szóval, hogy nem akartam annyira sok pénzt belefektetni. Tényleg csak így kísérleteztem még a dolgokkal, és így egy viszonylag így nagyobb lámpát, de olcsót vettem, és eléggé hát nem a legjobb. Így felborult, majd felborult meg, nem tudom, nem akar megállni. Úgyhogy most már így, hogy igazából munkaeszköz is lesz majd ez egyszer, hogyha tényleg sminkes leszek, így úgy gondoltam, hogy akkor most már itt van az ideje, hogy így befektessek egy ilyen lámpára, és hát igazából anyukámmal megbeszéltük, hogy mondta, hogy ez lesz majd így a gyereknapi ajándékom, hogy így beszáll nekem ebbe a lámpámba, mivel tényleg egy ilyen jobb minőségű lámpa az nem olcsó. Úgyhogy most mindjárt kibontom és megnézzük.
Összeszereltem most már a lámpát, és ez nem az a tipikus körlámpa, ami korábban volt nekem, hanem ugye ennek így két karja van így oldalt, amit lehet mozgatni, többfajta irányban, és gondoltam, hogy lehet, hogy ez jobb lesz, mint egy körlámpa, meg ezt úgy látom, hogy lehet, hogy jobban össze lehet csomagolni, és mondjuk itt van hozzá egy ilyen kis tartó, amiben jött, szóval ugye ez itt ki van szivacsozva, hogy így ugye biztonságosan tud tárolni, de hát lehet, hogyha nem ebben tárolom, hanem valami kisebben, akkor kisebb helyen elfér, és akkor nem tudom, hogyha majd egyszer megyek sminkelni valahova, külső helyszínre, ilyesmi, akkor ez majd lehet, hogy kényelmesebb lesz magammal vinni, aztán majd még így ki kell tapasztalnom vele, hogy nem tudom, például ugye lehet fényerőt állítani, hogy a jó, mint a jó, milyen szögbe beállítani, ilyesmi. De azt már határozottan látom, hogy maga a lába, az állvány, az sokkal-sokkal stabilabb, mint a mostani lámpámnak, úgyhogy egyelőre ez szuper lesz. És az új menőlámpámhoz jár egy ilyen nagyon szuper telefontartó is, amire most így fel tudtam ide tenni a telefonomat. Ugye a másik lámpámhoz is volt telefontartó, de az is szintén ugyanilyen kis gagyi, és azon nem szerettem tartani, mert így könnyen lehúzta maga a telefonnak a súlya a telefontartó, de ezen így nagyon szuper. Úgyhogy most, mivel már van menő lámpám, menő telefontartóm, megmutatom nektek, hogy az Öbácsiúról mit rendeltem, meg hát majd megpróbálom felpróbálni, és őket most. Hát sikerült rendelnem kettő ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen kicsit ilyen rockkoncertes pólót, amin ilyen minták vannak, és egy picit rövidebbek, majd basszus, be kéne állítanom úgy ezt a menőkamerát, a menő állványommal, hogy lássátok is, hogyha felveszem. Nem mindegy, szóval az a lényeg, hogy ebből a pólóból nem ugyanaz a minta, de hasonló. Hasonló a vibe, és egyébként csak az egyiket akartam megrendelni, de nem tudtam eldönteni, hogy melyik legyen, és úgy látom, a végén sikerült mind a kettőt a kosárban hagynom. Úgyhogy ez majd, hát mind a kettőt biztos nem fogom megtartani, mert azért nincsen szükségem kettő ugyanolyan pólóra, vagy ugyan stílusú pólóra, de majd mindjárt meglátjuk. Aztán van itt egy ilyen, hogy mutassam, egy cicanadrág, ilyen sportoláshoz való cicanadrág, és azért tetszett meg nagyon, mert itt az oldalán van egy zseb. Ugye az, most nem látjátok, de most is egy ilyen cicanadrágban vagyok, és én ezt nagyon szeretem hordani, csak itthon is, amikor nem tudom, itthon vagyok, és csak úgy vagyok, viszont nincsen rajta zseb. És hogyha nem tudom, mennék valahova, és a kulcsomat elrakni, a telefonomat elrakni, egy zsebkendőt beletenni, vagy akármi, és nagyon-nagyon rossz, hogy nincsen rajta hely neki, és ezt így megláttam, hogy ennek az oldalán van egy ilyen zseb, és megtetszett, és egyébként kép alapján ilyen ultramagas derekú nadrágnak tűnt, és nagyon tetszett, mert egyébként az a halálom, hogyha lecsúszik egy nadrág. Főleg mondjuk így, nem tudom, kondiban, guggolás közben, amikor húzogatni kell az ilyen sportnadrágokat, hát a legrosszabbak. Aztán van itt még egy póló, de ugye az a baj az online rendeléssel, hogy ugye azt úgy látsz egy képet, és például az anyaga, azt nem tudod, hogy milyen. Nyilván most így az összetételét el tudod olvasni, de hogy nem feltűnően fog neked sokat mondani. És most ugye rendeltem egy ilyen, hát póló, ez is egy ilyen egyszerű fekete póló, az ujjak picikét ilyen bővebb, meg hosszabb, és látszik ez így, ha közelről mutatom. Nem tudom, hogy így látszik-e, talán látszik, hogy egy picit olyan anyaga van, mint a pulóvereknek. Szóval, hogy ez egy elég vastag anyagú póló, és hát jön a jó idő, remélhetőleg most már tényleg jön a jó idő, szóval nem vagyok benne biztos, hogy szükségem van egy ilyen vastag anyagú pólóra, de hát majd meglátjuk. Aztán van itt egy farmer, ami hát most már így kibontva nekem elég picinek tűnik, úgyhogy ezt ránézésre nagyon picinek tűnik, úgyhogy majd felpróbálom. Aztán lehet, hogy jó lesz egyébként így, nem tudom mennyire látszik, egy sima, egyszerű farmer. És végezetül van itt egy ruha, amit egyébként én a múlt héten akartam felvenni, amikor a bankettban voltunk, és
az volt a fejemben, amikor megrendeltem, csak hát egyébként mindig tök gyorsan megjön az About You-ról, amit rendelek, na most az egyszer nem jött meg gyorsan, és így nem tudtam felvenni, de hát ilyen kékes szürke, és ilyen puffos ujja van, és az egész ruha így össze van ráncolva, és hát egy ilyen kis mini ruha. Mindjárt felpróbálgatom őket, aztán amik úgy jók lesznek, azokat hogy meg is mutatom mindjárt. Így talán egyszerűbb lesz, hogyha így mutatom nektek. Ugye ez az a pulcsi póló, amit mondtam, és az anyag egyébként kényelmes, jó puha, így idáig tetszik is, viszont ez így elég hosszú, és nem, ugye mivel egyébként is feketében vagyok, nem biztos, hogy feltűnik, de hogy ugye a csípőm az nekem elég széles, meg nagyobb fenekem, és így meg budjan itt, ezen a részen, és úgy nem olyan szépen áll, nem. Nem mondom, hogy rossz, de annyira nem is tetszik. Rockeres póló 1. Nem vagyok benne biztos, hogy ez így, nem tudom. Nem tudom, furcsa, hogy ilyen nagyon le van ejtve a válla, és így nem tudom olyan. Olyan kicsit pacuhának érzem bennem magamat, szóval, hogy így ez a gyűrűdés itt a vállamon, ez így ilyen, nem, olyan érzem, hogy így mint hogy csúszna hátra, és ilyen, tényleg, ahogy mondom, olyan pacuhának érzem magam, mint komolyan, mint kisgyerekkoromban így húzogatni kell, ugye, igen, ez a varrás itt, remélem, hogy érthető és látható, szóval, hogy ilyen, nem, pedig egyébként a mintája az tök menő szerintem, és ez tetszett meg, és azért rendeltem meg, de hát sajnos nem. Nos, hát rajtam van a Rocker Polo 2, igazából ugyanaz a szabás, meg minden ugyanaz, csak a mintája más, és ennél is ugyanazt érzem, hogy az a varrás, aminek itt a vállamnál kéne jönnie, az nagyon hátra csúszik. Szerintem látszik is, hogy így hátul van, és így ilyen esetlen vagyok benne, vagy nem tudom, mint nem jól vettem volna fel, viszont felvettem a nadrágot is. Hát igazából ez csak egy egyszerű citanadrág, ugye itt van az oldalán a zseb, ami nagyon szuper, mert nem tudom, egy kulcsot, egy zsebkendőt, egy telefont, vagy bármit ide bele lehet rakni, amikor megyek el. Nyilván azért nem ilyen hosszú távú tárolásra gondolom ezt, nyilván nem, de hogyha valamit gyorsan ide be kell tenni, tényleg mondjuk már, ha egy zsebkendőt ide tudok tenni, az tök szuper szerintem. Felvettem közben a farmert is. Látszódok teljesen. Szóval felvettem közben a farmert is, amit egyébként én azt gondoltam, hogy nem fogok beleférni, mert nagyon picinek tűnt, amikor kivettem az acskóból, viszont rajtam van. És nem mondom, egyébként egy nagyon picikét passzos most rajtam, de általában a farmer anyagok, azt tudjátok, így engednek egy picit. És így egy picikét egyébként is így lazábbak lesznek. Egyébként ez a rész így jó. Meg a többi része is jó szerintem. Itt is, ami különösen tetszik, hogy hátul nekem mindig itt el szokott állni, mivel a derekam az arányaiban kisebb, mint a csípőm meg a fenekem. És mire itt valami jó, addigra a derekamnál nem jó. De ez nem túl nagy, ami hatalmas meglepetés, úgyhogy amikor kivontottam, nem gondoltam volna, hogy ez a farmer jó lesz rám. Lehet, hogy ez a legnagyobb meglepetés ebben a rendelésben. És végül itt van a ruha, amit sajnos nem tudtam hátul összehúzni a cipzárját. És de egyébként jó lenne, azt érzem rajta, hogy jó lenne méretben. Egy picit egyébként, lecsúszik így. Egy picit egyébként én azt hittem kép alapján, hogy majd ilyen rugalmasabb lesz az anyaga, viszont ez eléggé merev. És igazából csak attól ilyen ráncos, hogy így be van egy gumival ráncolva. De jó, igen, ezt most ne nézzük, hogy ez itt nincs becsatolva, de egyébként jó ez a ruha, viszont nem vagyok benne biztos, hogy én ezt meg akarom tartani, mivel ugye múlt héten lett volna az esemény, ahol én ezt fel akartam venni, és most így másik esemény nem igazán jön, ahova szívesen felvenném, és
És rengeteg olyan ruhám van, tudjátok, hogy így megtetszett, megvettem, és akkor jaj, majd egy jó alkalomra felveszem, és sosem jött el a jó alkalom. És csak úgy állnak, és már nem tudom, évek óta, 2-3 év áll a szekrényben a ruha. Közben meg már így, tudjátok, kiment a divatból is, szóval, hogy azért nem is veszem fel, vagy esetleg már méretben sem jó. Úgyhogy ezt most így majd még eldöntöm. De egyébként maga a ruha jó, és sajnálom, hogy nem volt itt múlt héten, mert múlt héten tök szuper lett volna a bankádban. Ennyi volt ez a kis mini haul. Megyek és összepakolok, mert most így hirtelen így mintha szétrobbant volna a csomagom, úgy néz ki a szavám. Úgyhogy nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok ezekről a ruhákról. Az biztos, hogy a citanadrág meg a farmer, azok tök szuperek, úgyhogy ezeket biztos meg fogom tartani. A pólókat, azokat sajnálom, hogy nem lettek jók, úgyhogy ez biztos, hogy visszaküldöm. És hát ezt a ruhát majd még meglátom. Már éppen mentem volna aludni, de a macska azt mondta, hogy nem engedi. Cicka! Azt mondta, hogy ő még játszani akar egy kört. Jaj, gyereke! Képzeljétek, tesóm azzal ébresztett fel ma reggel, hogy segítsek már neki becsempészni egy virágot, amit anyukámnak vett. Majd utána közölte velem, hogy egyébként is menjek, mert az egyik kutyám kiszaladt az utcára. Aztán, hát most már bent van. Megjátszottam velük egy kicsit, és van egyetlen egy trükk, amit tudnak. Azt most megpróbálom megmutatni nektek. Hoztam hozzá Jutit Halit. Na hát a ujjamat nem harapjátok le. Nos, hát annyira nem vagyunk szervezettek, mert nem gyakorlom velük ezt olyan sokat, de azért szerintem elég ügyesek, csak türelmetlenek. Ugye? Azok vagytok? Szia, Alex! Na, és hát nem hagyja. Nagyon szeretik a gazdit is. Igaz, már kicsit meg van viselve, de gondoltam, megmutatom nektek a sminksúr is házimat. Az volt a feladatunk, hogy egy színnel csináljunk egy sminket, hogy nem csak, hogy egy szín legyen a szemhéjunkon. Egyébként erről készült egy Get Ready With Me videó, és csak gondoltam, hogy megmutatom nektek itt is. Mondjuk már nap vége van, szóval kicsit már megkopott, de azért egész jól bírja még. Úgy volt egyébként, hogy ma elmegyünk moziba. Tesómmal megbeszéltük, hogy elviszük anyukánkat moziba, így anyák napja alkalmából. De aztán így nem tudom, sajtosomnak nem volt kedve, meg így anyukámnak sem nagyon volt kedve. Inkább azt mondta, hogy lefekszik korán, és akkor pihen. És igazából én sem bántam annyira, mert van 2 videóm is, amit meg kellene vágni. És ugye mindig így problémával, vagy bajban vagyok ezzel, meg problémám van vele, hogy fú, akkor mikor is vegyem fel, mikor vágjam meg, de aj, nem jó, hogyha akkor csinálom, mert már ennek korábban ki kéne kerülnie, meg nem tudom, ilyesmi, úgyhogy... Úgyhogy így legalább most van erre is időm. Meg egyébként, amit el akartam nektek mesélni, ez az, hogy képzeljétek, a múlt héten, ahogy voltunk a bankettba, táncolás közben ráléptem valamire, és így néztem, és egy gyűrű volt, egy karika gyűrű,
És ott így kérdeztem egy-két embert, hogy ki lehet, de hát nem tudták, aztán utána meg is feledkeztem róla, és utána pár nappal később Facebookon láttam, hogy az egyik lány itt a faluból, ő kereste, hogy a férje elhagyta, és hogy az övé volt, aztán írtam neki, hogy nálam van, megtaláltam táncolás közben, és akkor most jöttek érte, hát még korábban jöttek érte, és visszaadtam nekik, és annyira aranyosak voltak, hogy így mennyire örültek neki, hogy úristen, mivel tartoznak, hát mondom, semmivel, hát én örülök neki, hogy visszakerült a gazdájához, meg hát most mit csinálnék egy fél pár karika gyűrűvel. És akkor így beszélgettünk egy kicsit, hogy ezért nem mindenki lenne ennyire rendes, vagy hogy mondjam, szóval, hogy nem mindenki adná vissza. Ami így tudjátok, így elgondolkoztam rajta, hogy így szomorú, hogy ilyen világban élünk. Meg ugye mondták is, hogy hát már letettek róla, hogy biztos nem lesz meg, meg azon gondolkoztak, hogy majd körbejárják itt a környéken, amik vannak zálogház, meg ilyesmi, mert hogy biztos valaki megtalálta, és hogyha leadta, vagy ilyesmi. És ugye nyilván, amikor így elhagysz valamit, akkor nyilván az amúgy az értéke is számít, de hogy egy karikagyűrűnél azért az eszmei értéke sokkal fontosabb. Mert most tényleg most egy gyűrűt azt veszel másikat majd, hogy nem, de hogy értitek, nem az volt ott, nem azzal házasodtatok, szóval itt tök jó volt, hogy vissza tudtam nekik adni, aztán meg jó, kaptam tőlük egy csokit. Úgyhogy aranyosak voltak, meg tényleg így nagyon örültek neki, meg hálásak voltak értem, meg hát nekem is amúgy így tök jól esett, hogy így valakinek tudtam segíteni, meg hogy valakinek ez így tökre ilyen örömet okozott, meg az így örültem neki én is, hogy ők örülnek, szóval ez így tök jó. Meg ilyenkor mindig arra szoktam gondolni, hogy ha velem történne ez, akkor nekem is milyen jól esne, hogyha valaki visszaadná. Aztán tudjátok, nem tudom, így valamikor hiszek, valamikor nem a karmában, de hogy az ilyen pillanatokkor így akarok hinni benne, hogyha én valami jót teszek, akkor majd így valaki velem is tesz valami jót, remélhetőleg. És ennyi lett volna erre a hétre a vlog. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem most is. Vigyázzatok magatokra, és találkozunk a következőnél. Sziasztok!